Köszönöm szépen a felkérést, és szeretettel köszöntök mindenkit. Azt szeretném kérni, hogy az előadás alatt hadd tegezhessek mindenkit, mert így közvetlenebb lesz a kapcsolatunk. A témánk a család, keresztény család, és ezzel kapcsolatban hadd olvassak igét, amire felépítettem a szolgálatomat. Az igét a Mózes első könyve 32. fejezetének a 17. vers B részéből olvasom. Három kérdő mondat, amelyre épül a szolgálatom. Így hangzik az ige: ki embere vagy, hová mégy, és kié ezek előtted? Családról volt szó néhány előadásban már. Mi a család? Egy Isten által megtervezett, különböző korosztályokból összetevő emberek közössége. Minden szónak súlya van, különböző korosztály, különböző korkülönbséggel, elképzeléssel, elvárással, és ebben a családban valahol mindenkinek meg kell találni a helyét. Azt mondja Jézus a Lukács 12-ben, hogy boldog az a szolga, aki a maga idejében kiadja az eledelt, tehát itt korosztályokról van szó, úgy az idősnek, a nagyszülőnek, az apának, a gyereknek, az unokának. Számomra az a különös a Bibliában, hogy a bűneset után Isten a bűnbe esett embert megajándékozza gyermekáldással. Ha ezen elgondolkodunk, vagy tudnánk gondolkodni, vagy ezt a gondolatot kivinnénk a világba, nőgyógyászokhoz eljuttatni, anyákhoz, leendő anyákhoz, akkor az a kérdés kell, hogy felmerüljön bennünk, hogy ha az Isten megengedte, hogy Ádámnak és Évának gyermekei szülessenek, akkor van-e nekünk jogunk ezt az áldást megszakítani, korlátozni, keresztül húzni? Mert ugye ahhoz, hogy család legyen, sokasodjatok, szaporodjatok, sokasodjatok, ezt nem lehet kikerülni. A családhoz szükséges a szaporodás. És ha megnézzük ezt a világot, akkor éppen itt van a nagy problémánk, hogy kipusztulóban van a magyar népünk. Az, hogy most Magyarországot, az anyaországot feltöltjük a határon túli magyarokkal, ez nem jelent szaporulatot. Létszámban lehet, hogy emelkedik a létszám, tartjuk még a 10 milliót valameddig, de hát akik ide jönnek, azok hiányoznak Kárpátaljáról, meg Erdélyből. Tehát az első dolog, amit komolyan kell vennünk ma reggel, hogy a szaporodást az Isten tőlünk várja. És hadd legyen példa számunkra, hogy a muszlim világ, aki átszeli a fél világot, hogy eljusson Kárpátaljára, 8-10 gyerekkel jön. Akkor, mikor mi egy vagy két, maximum két gyereket tudunk felmutatni. És a társadalomban, a magyar társadalmunkban a negyedik gyerek egy szaporulat. Két gyerek marad a szülő helyett, a harmadik gyerek azoknál, akiknek nincs gyerekük, a negyedik gyerek egy szaporulat. És ez egy komoly kihívás. Az első kérdés, amire alapozzuk ezt a ma délelőttöt, így hangzik, hogy ki embere vagy. Ez egy nagyon fontos kérdés. Azért is fontos, mert akié vagyok, akihez tartozok, annak vagyok az elkötelezettje. Ha az Isten emberei vagyunk, már pedig gondolom, hogy itt sokan keresztény emberek vagyunk, akkor az Isten előtt elkötelezett embereknek kell, hogy legyünk. Ha az Isten, ami megváltunk és megmentett minket az örök kárhozattól, akkor ez az élet
csak neki lehet oda szentelve. És amiről az előbb Imre szólt, a médiavilág az elrabolja a családot, elrabolja a gyermeket, és egy ferde irányba elmegy, és a biztos halálba halad a teremtett világ. Ki embere vagy? A felolvasott igében akkor hangzik ez el, amikor Jákob visszatér Lábántól. Mielőtt elhagyná a családját Jákob, ő egy sérült családból menekül el. Izsák, Ábrahámnak a fia, a második ősatya. Izsáknak Isten élménye van a Mória hegyén, az oltáron. Izsák egy olyan feleséget kap, akit Ábrahám szolgája imádkozva kér el az Istentől. És vannak pozitívumok az életében, amikor eltelik 20 esztendő a házasságban, akkor Izsákról az van feljegyezve, hogy könyörgött Izsák az Úrnak az ő feleségéért. Ez egy keresztény magatartás. A Mózes 25, az 1 Mózes 25, 21-ben ezt olvassuk, hogy könyörgött Izsák az ő feleségéért, mivel magtalan volt. Isten ezt a könyörgést meghallgatva küldi a gyermekáldást Rebekának. És Isten ebben a gyermekáldásban, amikor még az anyamében vannak, akkor elárul egy titkot az anyának. És pedig azt a titkot, hogy azt mondja az ige, hogy két nemzetség van a te méhedben. Két nép válik ki a te belsődből. Egyik nép a másik népnél erősebb lesz, és a nagyobbik szolgál a kisebbiknek. Ha az Isten szava érvényesült volna ebben a családban, akkor nem következik be az a tragédia, ami bekövetkezett Jákobnak az életében, és összeugrasszák a két testvért. El van hallgatva az isteni szó. És visszatérve a kérdéshez, ki embere vagy? Itt hadd legyen kérdés az, hogy a Bibliát olvasó szülőknek, nagyszülőknek mennyire ismeretes az Isten szava általunk hirdetve. Nem a lelkész által a hittanórán, nem a hittoktató által az iskolába, hanem nálam, mint nagyapától, mit hall az unoka? Mit hallott a fiam, mit hallott a lányom? Mennyire látták hitelét az Isten igéjének? Mennyire veszik észre, hogy Isten igéje szerint élek? Isten igéje irányítása alatt vagyok? Ki embere vagy? Mert ez Izsáknál hiányzott. Hiányzott Rebekánál. Nem tudta bemutatni, hogy ki embere vagyok. Végül a cselekedetek azok meg elárulták, hogy ki embere. Elárulták Izsákról, elárulták Rebekáról. És pont a két szülő, akiket megáldott az Isten, az apa, aki imádkozott a feleségéért, ők teszik tönkre a gyermekük életét. És még nem beszélünk médiáról. Még nem beszélünk romboló filmekről, homoszexualitásról. Két istenfélő ember tönkreteszi a saját családját. Négyen vannak, két pártra oszlanak. Izsáknak is van egy kedvence, Rebekának is. És megtörténik, hogy ebben a sérült családban mindenki lop. Az öreg Izsák meglopja Ézsónak a szívét, vadász vadat, cserébe kapsz áldást. Rebeka meghallja, és azt mondja, a fiam, hallgass az én szomra, hozzá a kecskegödőjét, és téged fog megáldani az apád. De mi lesz, ha megátkoz? Bízd rám, majd én gondoskodok, rám szálljon az átkod. És egy napon
reggeltől estig széthull a család. Széthull a család. Jákobnak menekülni kell. A következő kérdés az így hangzik, hogy hová mégy? Mivel menekülni kell, az a kérdés, hogy hová mégy? Azt mondja Rebeka, biztonságos helyre menj, menjél vissza Lábánhoz, én onnan származom. Az idősebb korosztály biztos emlékszik a 60-as évek egyik slágerére. A Szörényék énekelték, hogy a lámpa vasnak támaszkodva az embereket nézem sorba. Aztán a refrén az így hangzott, hogy bárcsak tudnám, hova, de hova jutok én. Azt hiszem, Jákob ebbe a helyzetbe került. Elindult valahová, és nem tudja, hogy hová megy. Sodródik. Ez a 3500 éves történet, mintha ma zajlana, nem? A mai családokról beszél, nem? Ennyire ismétli magát a történelem? Tegnap este beszélgettünk arról, magyarok nyugatabbra, keletiek Magyarországra, Szlovákiába, Németországba, Csehországba, azok mennek tovább Angliába, Amerikába. Egy zűrzavar van az egész világban. És nem tudják, hogy miért, nem tudják, hogy mi célból túlélni ezt az 50-60-70 évet. Nem megalapozni, túlélni. Nincs meggyökerezés. Nincs meggyökerezés. És ebben kellene valahol példát mutatni az ige szerint. Jákob sorsára marad, és az Isten, aki figyeli a történést, az ő személye marad ki ebből a családból. Nincs gyermekáldás, odafordulnak az Istenhez. Megadatott a gyermekáldás, Isten megmondja a két embernek a jövőjét, el van hallgatva, aztán nincs megkérdezve többet az Isten. És itt következik be mindig a tragédia. Amikor arról volt ugye az imént szó, hogy már a gyerekek öntudatosak, döntsék el, határozzák meg, mit akarnak, mit szeretnének, és csinálják. Hogy mi lesz belőle, azzal nem foglalkozik senki, nem vállalja a következményét senki. Az Isten kimaradt, és széthult a család. Széthult a család. Jákob az Isten kegyelméből találkozhat az Izsák Istenével. Egy ősatya, aki nem beszél az Isten élményéről. Hogy mit is csinált ő ott a Mória hegyén? Miért is vitte fel Ábrahám őt oda? Mit ígért az Isten? Kik vagyunk mi egyáltalán? Ki vagyunk választva? Hát mi vagyunk a történelemnek azok a hősei, akiknek majd a leszármazottja megyen a Golgotai keresztre. Nem mutatják meg a célt. És hogyha egy embernek, egy családnak nincs életcélja, akkor annak az életnek nincs értelme. Mert a cél határozza meg az életünk értelmét. Jákob elindul, az Isten találkozik vele éjjeli látomásba, és ígéreteket tesz az Isten. Tudok rólad, veled leszek, felruházlak, kenyeret adok, visszahozlak. Eltelik 20 esztendő, az áldás már megvan Jákobnak, és elkezd pedálozni azért, hogy legyen valaki. Házasság, 7 év szolgálat egyik feleségért, 7 év szolgálat a másikért, 6 év szolgálat a vagyonért, meggazdagszik ez az ember, benépesedik a család, és visszajön. Visszajön. És amikor eljut a Jabók révéig, akkor hová mégy? Lábánhoz. Mit fogsz ott csinálni? Szolga leszek, rabszolga leszek. Visszajövök, és itt hová mégy? Jákob. Hová megy Jákob a családjával? Akikért dolgozott, akikért gürcölt, éjt napot egyét tett, éjszakázott, rizikózott.
hová megy Jákob? Hová megy a család? A halálba. Isten nélkül a halálba. Azért osztja fel szakaszokra a családot, mert ő már tudja, hogy ha Ézsóval találkoznak, a kémek jelentik, jön Ézsó 400 fegyveressel, akkor le fogja mészárolni. Nincs lerendezve a bűnkérdés. Én becsaptam a bátyámat. És most akikért dolgoztam, akikért megházasodtam, akikkel megáldott az Isten, most oda kell adni bosszúból, mert a bosszú mindig bosszút követel. Megölöm, elmenekülök előle, de szembe kell menni vele. És küld a családtagokat. Hová mennek a családtagok? Az Isten nélkül a halálba. Testvérek, mi édesapák nemzettük a gyermekeinket, a feleségeink megszülték, és az a nagy kérdés, hogy mire? Mire? Most a keresztény embereknek a gyermekei lesznek a pokolba, a kárhozatba. Ha az ige kimarad, ha az igének nem lesz kellő tisztelete, tekintélye, ha az ige nem fogja elvégezni azt, amire egyedül ő képes, és ezt először az én életembe kell, hogy elvégezze. Tehát nem tudok a gyermekeimre, a családtagokra olyasmit ráerőszakolni, ami az én életemből hiányzik. Izsák nem tudta bemutatni az Istent. Az Isten keresi meg Jákobot. Aztán a 32. részben van egy nagyon komoly imádsága Jákobnak. Először mond igazat. Azt mondja, ó, én atyámnak Jákobnak, mond a Jákob, ó, én atyámnak Ábrahámnak Istene, és atyámnak Izsáknak Istene Jehova, ki azt mondod nékem, tér vissza házadba, és a te rokonságod közé jót teszek te veled. Kisebb vagyok minden te jó téteményednél, és minden te hűségednél, amelyeket a te szolgáddal cselekedtél. Eddig nagy akartam lenni. Eljött az a kritikus pont, hogy itt a halál, de nem csak engem fenyeget a halál, hanem a családomat, és azt mondja, kisebb vagyok. És utána folytatja az imádságba, szabadíts meg Ézsó kezéből. Ki kellett engedni mindent. Ahhoz, hogy az Isten beletegye az áldást, amiért csalt. Mert az Ábrahám áldása még nem az övé. Már földi vagyon, földi áldás van, de ez sincs biztonságban. Amíg az Istené, az Ábrahám áldása, hogy a te magodban áldottnak meg a földnek minden nemzetségei. És Isten itt ezt a Jabók révénél intézi el, és a családnak, testvérek, otthon kell. Nem elég, ha a gyerek tudja, hogy van egy utca. Mi általában úgy az első unokánknál olyan megelégedetten hallottuk tőle, hogy már pici korban meg tudta mondani, hogy ő Beregszázban a Hunyadi utca 31 szám alatt lakik. És azóta gondolkozok, hogy nem ezt kellett volna megtanítani, hanem hol van a te otthonod, ahol otthon érzed magad. És az nem Beregszázban volt, hanem Csongoron, hála Istennek nálunk. Tehát otthon kell, nem elég egy utca és egy házszám. Mert akkor a média fogja nevelni, bandába ezt megtárgyalják, és jön a drog, jön a kábítószer, az alkohol, és kikerülnek az emberek az utcára. És itt szeretnék rátérni a mi kárpátaljai helyzetünkre. Ilyen hajótörött családokkal foglalkozunk 1997. szeptember 29-től, akkor alakult meg a szenvedélybetegeket mentő misszió, a Dömösi misszió mintájára, ilyen kallódó, szétszórt gyerekekkel, akik alkoholos állapotba fogantak, akiket ott hagytak, akiket az utca nevelt, akik mélyre süllyedtek. Találkoztam egy olyan 32 éves fiatal emberrel, akinek Gedeon Bibliát akartam adni, és azt mondta, hogy Sanyi bácsi, nem tudok írni, olvasni. Ledöbbentem. 21. században 32 éves ember nem tud írni, olvasni. Élete nagy részét a börtönbe töltötte háromszor, keze lába el volt törve, öngyilkossági kísérletet próbálkozott elpusztítani magát, mert nem volt életkedve, életuntva. És amikor beszélgettünk, elmondta,
hogy 7 éves korában elveszítette az édesapját, alkoholba elpusztult. Az édesanyja paráznasággal kereste a mindennapi kenyeret, őt kitették az utcára, és meg kellett neki tanulni élni, ellopni az ABC-ből először a kenyeret, aztán mikor a kenyér részleget őrizték már, hogy jön a kis tolvaj, akkor lopott bort, akkor teleitta magát, elaludt, oltotta az éhségét, és így lett. Nagyon meg volt elégedve, hogy amikor más gyerek, a vele egykorúak iskolába mennek, ő neki nem kell menni, mert ő szabad. Szabad. Azt csinálhat, amit akar. És ez az ember el akarta pusztítani magát mindenáron. Az Isten kegyelmes volt hozzá, és megőrizte. Olyan emberekkel foglalkozunk, akik nem kaptak nevelést. És generációról generációra visszamenve a családfán, az ő szüleik se kapott. És azoknak a szülei se. Nagyon nehéz kérdés a családkérdés. Ha a családkérdés megoldódna, és otthonra találna minden családtag, akkor a kocsmáknak be lehetne zárni, a játékautomatákat be lehetne zárni, akkor nem kellene temetnünk 20-30 éves fiatal embereket meg lányokat. Tehát a családkérdés az Isten szemében az ő ajándéka, ránk bízta, és általában mindenki, aki családot alapít, az elhiszi magáról, hogy ő tud mit kezdeni a családdal. Isten az első emberpár, a két bűnös ember rábízta a család alapítást. És nem kérdezték meg az Istent, hogy mit csináljanak Kainnal, mit csináljanak Ábellel, tudták, hogy mit kell csinálni. És meg is lett az eredménye. Kain megöli Ábelt. És a Biblia leírja, hogy amikor Sét megszületik, akkor kezdték segítségül hívni az Úr nevét. Miért nem előbb? Mert elhitték magukról, hogy ők tudják, hogy mit kell kezdeni velük. Hajótörött emberekkel foglalkozunk, utcagyerekekkel, hajléktalanokkal, és Isten ezekből a mélyre süllyedt emberekből formál az ő nevének imádókat. A missziónknak az a célja, hogy a felbomlott házasság az mederbe kerüljön, a szétszélett gyerekek visszajönnek a családba. Nagyon sok apuka elmondta, hogy nélküle nőttek fel a gyerekei, pláne a fiúgyerekek, ugye minden fiúgyereknek példaképe az apja, az a legerősebb, az a legjobb. Aztán, amikor Isten megszabadítja ettől a halálos méregtől, alkoholtól, az üllött életéből, akkor vissza kell szeretni a gyerekeit. Meg kell velük barátkozni, meg kell velük ismerkedni. És amikor egy élet az Isten tenyerén van, és Istennek átadja valaki az életét, akkor prédikáció nélkül a család ezt megkívánja. Ott nem kell erőszakolni, hogy vegyük elő a Bibliát, áhítatok vannak, igeolvasások vannak. A misszióban mindig a második hét azzal telik már el, hogy készítjük az embereket haza. Az első héten beszélünk arról, hogy mi a bűn, kicsoda az Isten, akinél van a bocsánat, és a családhoz hazatérve a bocsánat kérés. Enélkül nincs új élet. Ha az Isten bocsánatát elfogadtam, élvezem, akkor hazamenve bocsánatot kell kérni. Még a legkisebb gyerektől is, mert őt is megloptam, elloptam a szeretetemet, a mosolyomat, az örömömet tőle, elloptam a családpénzét, a konyhapénzét, tehát mindenkitől bocsánatot kell kérni, mert itt kezdődik az új élet. Itt kezded. Így lesz újra család, a széthullott család. Akkor szólnom kell még arról, hogy ugye benne volt a felkérésben, hogy a nemzeti öntudatot hogyan tudjuk megélni. Hát azt kell mondanom, én nem akarom itt fényezni a missziót, hogyha Kárpátalján az egyházon belül van olyan intézmény, vagy a magyarság között van olyan egyesület,
akik tettek valamit a magyarság életben maradásáért, akkor ez a Csongori misszió. Több ezer ember fordult meg az első 10 évbe, több mint 6000. Ha idén, ha élünk, ünnepeljük a 20. évünket, hogy dolgozhatunk az Isten szőlőskertjébe. 10 év után abba hagytam a statisztikát, mondtam a gondoknak, hogy ne írja most már a számokat, mert féltem, hogy csapdába kerülünk, az ember felfúvalkodhat, öntelt lehet, nem tudjuk, hogy hányan fordultak meg összesen, de több száz, több ezer család talált kegyelmet, békességet az Istennél. És ez azt jelentette, hogy a soha nem használt fekete könyv kézbe került, és elkezdték az emberek igazítani az életüket az Isten igéjéhez. Ami emberileg lehetetlen volt, hogy egy elvált házaspár újra szeresse egymást, az ige elvégezte, megvolt az államnál az elváló levél, és aztán egy év múlva újból házasodtak, összeköltözött a család. A gyerekek megismerték az Istent, és lett egy közösség. A családban mindenki megtalálta maga helyét. Sokan bibliakört vezetnek, a gyerekek gyermekevangelizációs közösséget tartanak a kicsiknek. Tehát Isten így neveli az ige által, de az ige nem hiányozhat az életünkből. Ezért kérdés, ezért olvastam fel ezt a 3 kérdést a Mózes könyvéből, hogy ki embere vagy. Amíg nem vagy az Isten embere, addig lehet erőlködni, újra kezdeni, meg az Istennel újat kell kezdeni. A világban sláger az, hogy újra kezdjük. Meddig? 1 hónapig, 2 hónapig az Istennél újat kezdünk. És azt mondja az ige, aki Krisztusban van, az új teremtés, a régiek elmúltak, és akkor lehet új minden. Ha megmarad a régi, abból nem lesz új. Újat ad az Isten. A hitre jutottak, beépülnek a gyülekezetbe, ezt szorgalmazzuk, kérjük, szinte követeljük, mert ez nekik szükséges. A gyülekezetben részt vállalnak a gyülekezeti munkába, bibliórára járnak, közösséget alkotnak, házi bibliórába vesznek részt, és ami része a keresztény életnek, én nem vagyok szemérmes, én elmondom mindig a misszióban a szabadult embereknek, hogyha jól érezte magát a Csongori misszióba, és hitre jut, ha hitre jutott, akkor vállaljon részt a mások nyomorúságában, hogy mások is az ő pénzén elkerülhessenek a misszióba. A missziónkat a szabadult alkoholisták tartják fent. Egy 24x12 méteres épület épült fel 2006-tól 2008-ig, európai szintű, 88 ágyjal, a szabadult alkoholisták pénzéből, tizedéből, munkájából. Volt olyan házaspár, aki 2003-ban úgy jött Csongorra a misszióba, januárba, hogy mire vége lett a missziónak, nem volt egy darab tűzifájuk, a bejárati ajtóra egy pokróc volt felszegezve, magyarul pléd, inkább magyarosabb a pokróc, ugye, érthető, ez volt a bejárati ajtó, és mire hazamentek, a szobatársuk hallották, hogy azon siránkoznak, hogy nincs tüzelő, elment 2 nappal korábban haza, az erdésztől vett egy autófát, leborította az udvarra, és mikor hazamentek, elámultak, hogy egy autófa az udvaron van, ki volt ez, nem tudják, és volt 700 liter bor még a pincébe. És leültek, nincs pénzünk, kilátástalan a helyzet, valahonnan el kellene kezdeni, hát adjuk el a bort. De hát azt mondják, hogy az, ami nekünk méreg volt, az másnak is méreg. Ami minket pusztít, az másokat is pusztítani fog. Mit csináljunk? Adjuk oda, valaki másnak hadárulja, már nekünk nem illik árulni. Na hát ez ugyanaz. És azt mondja a feleség, most kaptunk egy autófát, már az Isten bizonyított. És azt tanácsolja a férjnek, ugye hát a feleségek ebben mindig előjárnak, hogy adjuk vissza a tőkének, az a szőlőtőke, amely megteremte ezt a bort, megtermette, hordjuk ki, és
a férj húzta kifele a hordóból, vedregbe a feleség horda, és meglocsolták a szőlőt, tavasz kivágták, és ez a férfi 3 év múlva 60 emberrel dolgozott, vállalkozó lett, mert addig is kőműves volt, és 10 embert a saját zsebéből minden nap fizetett, akik építették az új épületszárnyat. Ennek az embernek 10 000 dollárja van az épületben. Aztán tartjuk a kapcsolatot ezekkel az emberekkel, úgyhogy a szabadultaknak, hitben járóknak hitmélyítő hetet tartunk decemberben, februárban, mert ekkor van szabad idejük, ekkor ráérnek, és minden hónap utolsó vasárnapján kiszállásunk van valamely gyülekezetbe, akkor pedig csendes napot tartunk. Bizonyságot teszünk Isten szabadító kegyelméről, szabadultak 3-4-en bizonyságot tesznek, énekelünk, éneket tanulunk, és igehirdetéssel zárjuk. Ez egy 2 órás összejövetel, amit minden alkalommal követ a szeretett vendégség, és az a gyülekezet, amely meghív bennünket, vagy fogad bennünket, a persely minden alkalommal ki van téve a misszió részére. Én nem szégyellem kihirdetni, hogy olyan gyülekezetekben megyünk bizonyságot tenni, ahol kimerik tenni a persejt, mert mi ebből élünk, mi nem zsarolunk, nem erőszakoskodunk, de azt meg nem engedem meg, hogy eljön egy csendes napra 300-400 szabadult ember, aki hozza a tizedét, a gyülekezetből meg eljön 20 ember, és akkor átadják nekem a gyülekezet adományát, mert ez a missziósok adománya. És mi így élünk, ebből élünk, így tartjuk fent a missziót. Ez azért jó, mert szabadok vagyunk az államhatalommal szembe, nem támogatnak, így bele se szólhatnak. És központi helyet foglal el az Isten igéje, hirdetjük, hisszük, valljuk, megvalljuk ország világ előtt, hogy csak az az ember szabadul meg, aki megtér, aki hitre jutott. Különben nincs szabadulás. Tehát ez a Bibliával ellentétes. Nincs szabadulás. Ezt fel kell vállalni. Aztán az egyház kerületen belül is foglalkozunk a gyülekezeti tagjainkkal, a család minden tagjával. Családi csendes napot tartunk már ebben az évben a 7-et, ez augusztus utolsó szombatja. 7 éve csináljuk ezt. A püspökorunknak az ötlete volt, ő kezdeményezte, ahol különböző szekciókban foglalkozunk a gyülekezetünk minden rétegével. A kisgyermekekkel az iskoláskorig, azt a gyermek evangelizációs közösség vállalta el, ott ővelük foglalkoznak. Aztán az ifjúsággal, az a KRISZ, a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet, a tinédzserekkel, a serdülőkorral, az ő kérdésükre keresik a választ, szó van a párválasztásról, családalapításról, tanulásról, tehát ott az alapozással foglalkozunk, foglalkozunk a sérültekkel, tolókocsis, ágyba került gyerekekkel, fogyatékkal élőkkel, foglalkozunk a tanárokkal, van egy szekció, ahol a tanároknak van előadás, az iparosokkal, a farmerekkel, és 8-9 ezer ember fordul meg egy ilyen családi csendes napon. Ez nem a főzőcskélésről szól, tehát itt nem eszemiszom van, hanem egy szendvics vagy egy paprikás krumpli maximum. Egy félórás ebédünk van, és ez egy telített nap. Nagyon sok program van, igyekszünk segíteni az embereknek, és a csongori missziósoknak is van egy szekció, ahová bejön az az ember is, aki Csongorra még nem mer eljönni, valahol meghúzódik a sarokba, és mikor ott hal 4-5 bizonyságtételt, akkor valaki onnan indul el, hogy az én családom ugyanúgy romokba hever, ugyanúgy
nélkülözik, ugyanúgy elloptam magamat a családtól, ugyanolyan gazember vagyok, mint aki bizonyságot tett, de hát ott áll a felesége, ezt nem papírról olvassák, hanem szívből mondják, hogy Jézus Krisztus kegyelmezett, megszabadított, áldom az Isten bárányát. Az idén meghirdettük Kárpátalja szerte az egyházon belül a reformáció gyermekeit, hoztam néhány képet, majd meg lehet nézni, el lehet venni, el lehet vinni innen. És ez azért fontos számunkra, hogy Kárpátalján szaporodjanak a református családban a gyermekek. A keresztjén orvosi egészségügyi központban van ilyen keresztény klinikánk, ahol hívő orvosok rendelnek. Abban nyújtunk segítséget nekik, én oda járok ima közösségre minden hét csütörtökén, hogy a kismamák ingyenes a terhesség alatt ingyenes kezelést, orvosi ellátást kapnak, ultrahangtól kezdve, és majd, ha megszületik a reformáció gyermeke ebben az évben, akkor kapnak egy emléklapot, és emellé az emléklap mellé egy jelképes kis csomagot, egy első szülöttnek járó kis csomagot, ami a gyermeknek majd egy emlék lesz, amikor az édesanyja elmeséli neki, hogy te a reformáció gyermeke vagy, az 500 éves reformációra születtél. Nem gondolkodtunk rajta, nem is gondoltunk rá, de hiszük, hogy nagyon sok anyukát meg édesapát megérint ez, különösen a hitben járókat. Hála Istennek Csongoron a fiatal házasok jó példával járnak, többen jelezték már, hogy kérik az igazolást, hogy mehessenek a keresztény klinikára, ultrahangra, kivizsgálásra, aztán majd az év végén megszületnek a gyermekek. Aztán működik nálunk egy bizonyos Sámuel alapítvány, ennek az a feladata, ezt a vejünk alapította, néhány évvel ezelőtt, 10-12 évvel ezelőtt az unokánkról kapta a legelső unokánk, Sámuel, ő a fiú unokánk, őről kapta az elnevezést, a nevet. Állami gondozásban lévő gyerekeket vesznek ki, gyermektelen szülők. Van egy szabadult férfi a missziónkban, aki élet-halál között került hozzánk. 3 napig virasztottunk mellette, imádkoztunk, mert ugye Csongor az az utolsó állomás, amikor egy alkoholfüggő ember eljön hozzánk, és előtte már voltak ilyen jövendőmondónál, jósnál, spiritistáknál, és megmondta, hogy 5 napja van. Hát ha 5 napja van, akkor ígyunk, azt mondja, hát úgy halljunk meg már, hogy ne legyen szenvedés, de az utolsó 2 napot már meggondolta, és kezdett könyörögni a feleségének, hogy hozza el mégis Csongorra. Rosszabb már nem lehet. A halálnál már nem lehet rosszabb. És ott imádkoztunk az ágya mellett, mert élet-halál között volt. Isten megmentette. A felesége tanárnő volt, és nem volt gyermekük. Rendbe jött a házasságuk, az életük, de nincs gyermekáldás. Örökbe fogadtak egy fiúgyermeket, és aztán meg kivettek még 3 gyermeket, 4-et, 5-öt nevelni, így már lett 6 gyerek a családba. 2 év múlva megtaláltatott az 5 gyereknek még 2 testvére, hogy el ne szakítsák egymástól. Még azt is kivették, és így 8 gyerek van a családban a gyermekteleneknek. Tehát mi így próbáljuk a magyarságunkat őrizni. Ezek a gyerekek ruszinok voltak, ukránok voltak, most már elfelejtették a nyelvet, pedig ezt nem szabad lett volna elfelejtetni velük, és magyar gyerekek lesznek. Egy másik gyermek otthonban szintén ott szabadult nálunk a férfi, ő dohányfüggő volt,
Az első házassága tönkrement, alkoholfüggő volt a felesége, egy hívő katekétát, hitoktatót feleségül vett, két saját gyerekük van, 8 árva gyermeket nevelnek, 10 gyermek van a családban, minden hónapban járok hozzájuk bibliórára. Ki embere vagy? Azt szeretném ajánlani az itt ülő testvéreknek, hogy ezeknek az ima reggeliknek legyen következménye, legyen gyümölcse, mert az elmélet az minden reggel elhangzik. Az igei tanítás. Na ezt foganatosítani kell, és akik még vállalhatnak gyermeket, hadd dönts el az Isten, hogy én valóban ki embere vagyok. Meghallgatom az igét, azt mondja Jézus, hogy ki fog bemenni az Isten országába, segítsetek. Akik hallgatják és megtartsák, cselekszik az én mennyei atyám akaratát. Hadd szülessenek magyar református gyerekek, baptista gyerekek, akik a mi magyar nyelvünket tovább viszik, meg az Isten népének a közösségét szaporítják. Tehát szaporodjatok és sokasodjatok, és ne engedjük meg azt a luxust, hogy gyermek helyett inkább kutya meg macska szaladgáljon a házba. Legyen az is, de annak az udvaron a helye. A házba gyerekkel, gyerekkel. Ne engedjük, hogy mérgezzen ez az európai demokrácia bennünket, ez a farcs, félreficamodott világnak a mentalitása. Ne befolyásoljon bennünket. Azt szeretném javasolni, hogy lehet, hogy van olyan ember itt a közösségben, aki tudna lépést tenni afelé, hogy a leányanyák, akik nem kívánatos terhességbe esnek, ne öljék meg a gyermeket, legyen egy leányanya otthon, ahol megszülheti a gyermekét. Aztán arról is lehetne gondoskodni, hogy valaki örökbe fogadja, akiknek nincs gyermekáldás. Tehát ezek ilyen gyakorlati dolgok, de enélkül nem fogunk előre haladni, nem fogunk tudni előrébb lépni. A nőgyógyászatra kellene belapózkodni, és valamilyen értékes szórólapot, Kárpátalján van egy ilyen szórólapunk, meg nagy plakátokra is olyan 5-10 kilométerenként ki van téve a nagy plakát, hogy a magzat ott van az anyamében, és integet a kicsi kezével ki az anyukának, hogy édesanyám, ne ölj meg. Volt már olyan, hogy a nőgyógyász, akihez elment abortuszra az anyuka, azt mondta, hogy szülje meg, legyen szíves a gyermeket, és én találok neki szülőt. És elkezdett a nőgyógyász imádkozni azért, hogy mire megszületik a gyermek, maradjon az anyukánál. És megtörtént. Mikor kérdezte, hogy küldjem a szülőket, azt mondja, nem. Nem. Tehát itt nekünk felelősségünk van. Nem várhatjuk az Isten nélküli emberektől azt, amit nekünk meg kell tenni. Ami rajtunk múlik, ha már nem szülhetünk, akkor legalább segítsünk azoknak, akik teherbe estek, és nincs lehetőség, nincs család, utcalányok, hajléktalanok, hadd szüljék meg a gyermeküket. Szerintem egy évben egyszer kellene egy ilyen felvilágosító programmal előállni különböző helyeken, iskolákba, gimnáziumba, egyetemeken, olyan helyen, ahol értékes emberek vannak, és felfogják az életnek a lényegét, és elindítani őket, hogy munkatársak legyenek. És valóban egy csendes nap keretén belül ilyen gyakorlati dolgokról is beszélgetni, hogy mit tehetünk a magyar népünk életben maradásáért, hogy értelmes emberek felnőjenek, és ne ilyen kificamodott életpályát válasszanak, amit Európa mutat be nekünk. Aztán a prevenciós munka
iskolákba, kollégiumokba, arról, hogy milyen értékes embernek teremtett bennünket az Isten, és csak az ő jelenlétében tudjuk megtalálni a helyünket ebben a világban. Ezért van ez az összevisszaság, ez a népvándorlás, mert az emberek nem találták meg a helyüket, és Isten nélkül lehetetlen megtalálni. Úgy a családban, mint a társadalomban, az egyházban nekünk van egy szent felelősségünk, és ha ez sikerülni fog, akkor nem volt hiába való az itt létünk, mert ennek kell, hogy foganatja legyen. Hadd zárjam a ma délelőttet a McDonald áhítatos könyve, Spurgeonnek van két mondata, ezt szeretném felolvasni, ezt aki olvassa, január 7-én olvashatta. Az imádságot úgy értékeljük, mint megfoghatatlan kiváltságot arra, hogy állandóan megjelenhessünk magán kihallgatáson az egész világ mindenség uralkodója előtt. Fölismerjük, hogy a gyülekezeti munkás Isten előtt többet jelent, mint egy államfő. Tudtátok ezt? És mennyire törnek, 100 párt van bejelölve. Tegnap hallgattuk a hírekben. Következő mondat. Fölismerjük, tehát, hogy a gyülekezeti munkás Isten előtt többet jelent, mint egy államfő. Spurgeonnel együtt úgy látjuk, hogy ha Isten valakit misszionáriusnak hív el, akkor kész tragédia lenne, ha királlyá alacsonyodna. Köszönöm a megtisztelő figyelmet, csendesedjünk el és imádkozzunk. Istenünk, magasztaljuk a te szent nevedet, hogy arra méltattál bennünket, hogy gyermekáldással ajándékozz meg. Bocsásd meg az eltékozolt éveket, amikor nem igéd szerint éltünk, amikor nélküled rendezkedtünk be, amikor egyszerűen kizártunk téged az életünkből, hogy bele ne szólj, el ne ronsd az életünket. És amikor tökéletesen tönkretettük az életünket, akkor jöttél, mint Jákobhoz, és ígéretet tettél, hogy aki hisz a fiúban, annak örök életet készítettél. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássad azt a te fiadnak, Jézus Krisztusnak érdeméért. Urunk, légy áldott, hogy bűneink ellenére szeretsz, hogy azt, amit mi elrontottunk, te a rosszból tudtál jót kihozni. Magasztalunk téged ezekért az alkalmakért, és könyörgünk az itt adott lehetőségeknek a kihasználásáért. Ha egy, ha két, ha 10 gyermeket meg tudunk menteni az abortuszban, hogy ne pusztuljon el, akkor nem volt hiába való az itt létünk. Urunk, adj nekünk bátorságot, feltenne a kérdést, önvizsgálatot tartani, hogy ki embere vagyok, hová tartok, hová tart az életem, milyen irányba viszem a családomat, milyen példát mutatok, és a családom azok kié, ki rendelkezik felette, kinek engedtem át, amit rám bíztál. Szenteltessék meg a te neved, hogy te megcselekszed azt, amire mi képtelenek vagyunk. De engedd meg, hogy eszközök legyünk ebben, szent neved dicsőségéért. Amen.